Sziasztok, fiúk, lányok, akkor most ismét játszani fogunk Commodore-ral, mi pedig egy jó idegesítő és nagyon játékra, az a Last Day Challenge, legalábbis azzal szeretnénk. Nyilván nem volt állítva a lemez, de mindjárt ezt is megoldjuk. Ez egy, ott van, Last Day Challenge, igen, ezzel fogunk most, ez egy nagyon idegesítő, viszont nagyon érdekes játék, viszont tényleg ez a felhúzod magad rajta, meg valamire idegesítő. Mert egy, hát egy nagyon veszi játék, tényleg ez a... Ez a kb. Ez a tönkre mész benne, meg ezeket meg a kurva nehéz, meg megállásul bosszantó, meg tehát ez tényleg ilyen szivatásból írták meg, tehát... És emlékszem, hogy régebben is nagyon de nagyon jó zenéje van, meg egyébként a grafikája se rossz, tehát ez egy... Meg a tényleg kihívás az, hogy, na, ezt, hogy azért is végig játszom, sőt, de ezt így, de emlékszem, hogy még annól, még amikor először szép komodoztam, még az még nem mostanában volt, akkor is ez a játék megvolt, és hát elég sok káromkodást tanultam belőle, úgyhogy lehet, hogy az most is lesz majd. Nem tudom, hogy mennyi lesz vagyunk kivágva a videóban, és mennyi lesz benne, de nyilván, hogyha van nagyon sok bénázásom, akkor azt kivágom, mert ezért is szoktam le, hogy azért live adáson a YouTube-on, mert ez milyen az rá, hogy akár unalmas az, amikor kívül keresztül szenvedsz valamivel. Jó, hát most nem használjuk a fényben, pedig itt aztán kell, kéne. Igazából története sincs a játéknak, ez egy ilyen... Hát ha az asztékok tényleg ilyen gecik voltak, mint ebben a játékban, hát akkor azért... Ez nem semmi. Hát igazából négy pálya van, tehát ez van az aszték a hatos, amit állandóan szivatnak. Csak azt szerintem neked van a joystick, meg nyilván, de... Csak a jobbik joystickkal fogok játszani. Mert ide bizony kell. De itt az a lényeg, hogy röpködnek ezek a nyilvesszők, amiket ugye vagy de ha jó, az vagy átugodott. És be kell szaladni a templomba. Igen, és ha elbaszol, kezded el előre. És vagy elugodoljon, vagy felüldön. Igazából nincs önök élet. Itt idő után az életek elfogynak. Csak beállítod egy kicsit az antennát, mert mint hogyha... Az első az mindig azonnal, mert az vagy sikerül, vagy nem. És egyébként ez sem működik, hogy egy végén ne hajó, az ma akkor is meghalsz. Talán mutassuk. Tehát így kell végig szaladsz így. És megint felüldöljön, akkor is meghalsz. És ilyen a joystick kapka működik, hogy a magad felé húzod, akkor lehajol, ha magad elé tudod, akkor ugrik. És egyébként nincs benne semmi logika, hogy mikor, hogy ilyen. Abszolút random, mert elérve most hányat már felüldöl. Most is felüldöl, igen. Koncentrálni. És elbasztuk a végén. Az mindegy, hogy még melyik irányból jön, az, hogy ilyen külön nehezítés mindegy irányból jön. Tehát
idén a káromkodás készen, mikor itt baszod el. És ja, már itt a vége, tehát ez megvan, az első kihívás itt teljesült. Tehát ez estate challenge, estate kihívás, így lefordítva. A második tag, ez lényegesen egyszerűbb. Annyi a lényeg, hogy itt mászunk fölfele ezelőtt a itt a létre, és akkor ilyen kockacukrokat indogálnak rá, és ezeket kell kikerülni. Lényegesen egyszerű. Hát ez egy ilyen, és tudom miért hasonlítson, de ilyen játékban több is volt. Egy PC-n is voltak hasonlók. Hát itt is annak bármilyen, hogy elköszönni sokáig tart, tehát lényeg, hogy percekig is eltart némelyik pálya, és akkor addig. És egy vágó belehibázol, akkor kezdheted előre, nincs ilyen, még menteni se lehet, meg semmi ilyen, ami ma már mondta, hogy megszokott dolog, azért nincsen. Nagyjából az evéből lehet csak következtetni, hogy hol tartasz. Igazából itt igen, csak kerülgetni kell a kockaszukrokat. És néha a program is csal, mert most is egy ilyen, nem is rámesett, csak mellé ment. De a túl közel vagy hozzá, akkor is. Úgy veszi, mint hogyha eltalált volna. Ha csak egy pixelnyit lépés is belenyúlsz, akkor véged van. Kezdheted előről. Mint hogy most is. És a végén meg kell unalmassá válni, így amikor már így percek óta ezt csinálod. És még tápon sincs ebben semmi, tehát legalább kiiratnál valami százalékosan, mondjuk, hogy hol tartasz, vagy legalább így néha képen, vagy na, oké, ma a felét megcsináltad, vagy még utolásokat adtak, hogy hol tartasz, de semmi ilyesmi nincs. Igazából és maximum annyit lehet tenni a siker érdekében, hogy próbálsz így középen maradni, mert akkor két irányba is tudsz menni. De igazából mindenben van kózamosabb idég a szélén nem ilyen semmi. Igazából egy nyerő taktika nincs. Bízol a szerencsétben, melyben nagyon figyelsz. Na ennyi, ez meg volt. És akkor jön a következő, hát itt különböző dolgok vannak, hát itt igen, tehát van. Tehát ez egy olyan templom, ahol különböző hoppá. Igen, akkor fenceresnek lennének, akkor annyit, hogy semmi, meg rohanás például meg tudsz állni. Hátra húzom a joystickot, akkor megáll, hogyha elengedem, akkor rohan. Vagy a lefelé húzom, szintén megáll, és a fölfele tolom, akkor ugrik. És ja, nem a fölfelé tolom semmit nem csinál, de ha a tűzgombot nyomod, akkor ugrik. És minden szoba más, de így random generálja. És igen, és most meghaltunk a semmizől, ilyen is van. Tehát, hogyha valaki ne akarja tanítani káromkodni, ez a játék arra nagyon alkalmas. Játszol vele egy-két olyat, olyan fanyékonyan, akkor azért fogsz káromkodni, hogy kazinci díjasan szó ismétlések nélkül, Kocsi Zoltán is megirigyelhetné. Igen, csak ezek egy rási szabad, tehát következőt meg kell állni, és... Aha, mert ha lábutasz, akkor is meghalsz. Ugrasz. Ezek még a legkönnyebb szabák ilyen kocsik, amikor meg kell állni, hogy semmi nekem a szavakat el is át kell ugrani. Csak nem mindig leagál időből a joystick se, de... De az inkább, nem is a joystick, hanem inkább a játék hibája, hogyha nem pontosan nyomod a 10 gombot, akkor nem reagál. És akkor beszoktad. A első kötkő, és utána mehet, mégis akkor most mehetsz. Megint mehetsz. Mondtam már, hogy a megnéz azt még, hogy nem lehet nagyon beszélni, hogy népség. Ma
futás. Jó, ez megvan. És akkor a következő, jön megint itt a... De egyébként ki is írni nagyjából, hogy kell csinálni. Hát itt is két, de itt már két ugrásod van, mert meg az most hullani tudsz, tehát... Fölfele húzod a pólit nagyot, hogyha lefelé ki, akkor meg kicsit. És az a lényeg, hogy dobáld a különböző állatokat, a hasonlókat, és akkor ezeket kell átugorni. Jó, de itt is képesen olyanok, oké, de ezt csak nagyjal tudod átugorni, és ott sem mindig, mert így kedves szokása néha próbálnak, hogy nyilván véletlen generátorban működik, hogy de például bedob egy ilyet, na, ezt hogy ugrod át? Ezt még pont át lehet, hogy szorosabban van ez a három egymás mellett, akkor nem tudod átugorni. Ez még a... De ez még mondhatni, ez még a lájtosabb része. Ennél még sokkal szabad pályák is lesznek. Általában ugye a kisugrás az nem is jó semmire. De egy ilyeneket át sem érsz kicsi velőzülni. Ha meg valamikor rád dobja, hogy mondta sem azt mit csinálni, mert most itt nem működik az, mint az előző pályánál, hogy visszafele húzod, akkor megáll futásba. Nem, folyamatosan fut előre, azzal nem tudsz mit csinálni. És itt soha nincsen két kegyelem, hogyha bármikor elbaszol, akkor hogyha már csak egy méter van a végén, akkor is elérő kell kezdeni. Ez egy ilyen nagyon, ilyen szempontból nagyon geci játék. És még nem mondtam semmit, hogy hoppá, na ez jó, messze fel tudtam volna átugrani. Na ez már a következő, ez már a negyedik pálya. Ez viszont így, ez abszolút, tehát ez a kibaszásnak a mestere állt, amely még az figyelme be azon a kapun, viszont némelyik kő, az csapda. És nem tudod előre, hogy melyiket, tehát ilyenkor, hogyha rossz kőre lépsz, akkor azonnal ugye buksz egy életet. És is ráadásul ugye újra ez generálva a térkép mindig. Tehát ilyenkor, amikor ezt megint feladja, akkor újra generálja. Gyakorlatilag a szerencsém volt, mindig a sikerülne. Én már majdnem kint voltam. Jó, most sikerült. Jó, és a következő pályára. Na, ezzel viszont, aki annól nem volt olyan szerencsés, mint én, hogy színes tévén játszhatott a játékkal, itt volt meghalva. Az a lényeg, hogy ott úszkának kérdezni körbe-körbe a pillanatját, és neked át kell úszni a folyón. Már itt úgy, hogy elkerülni őket, de most nincs, hogyha hozzájuk érsz, akkor így megesznek a pillanatját. Annyit lehet még csinálni, hogyha nagy gáz van, hogy le tudsz bukni. A tűz gombolj, tehát pár tudatig a víz alá, és akkor végén hagynak, de... Ugye fekete-fehér tévén az volt a probléma, hogy fekete-fehér, hogy megint megjelenítél, hogyha azzal játszottál, hogy nem látszottak a pillanatját így a vízbe. Aki fekete-fehér tévén játszott, az annyit látott, hogy vagy úszkál a folyóba, és akkor is két, és valamban időközönként meg meghalt. És vannak olyan kombinációk, amikor már legnagyobb dolog neki kerülni. De például most hozzám sem ért, tehát most ez... Ilyen is van. Igazából itt sincs ilyen arra vadamonatodan semmilyen információ, hogy hány szó kell átúszni. Ha jól, de... Az csak ilyen program megadom, aki így a
És ezért extra kibaszás, hogy néha meghalsz a semmitől. De az inkább valamilyen ezért a programozási hiba lehet, nem hiszem, hogy ezt mindenk beletették. Az már azért tőlük is túlságosan kesziségület volna. Bár én már mindent el tudok képzelni, hogy erről a programról van szó. És nem lehet kikerülni. Például most. De hát majd most a híd alatt is volt, tehát most csak azért nem értem, hogy mi van vele. De hát, na igen, és akkor ezt magyarázd majd nekem, hogy a környéken nem volt egy se. Mindegyik alul volt, aztán ott a felső részben a képtek, nem volt egy pillanatnya se, azt mégis meghaltál. Tehát ez a rövid úton fel tudod magad húzni, még ezen kívül már csak egy pálya van. De az még inkább szivatósabb, de az másképpen. És most is. Hát egy sem volt a környéken. Hát a föld egy kurva pillanatja nem volt. És akkor most találják ki, mi baj van, mert miért halsz meg. Tehát, és akkor amikor ezt a végén csinálja, amikor már vagy egy 5 perc ezt csinálod. Folyamatosan. Amikor már 86-szor átúsztál. És akkor te ad egy ilyet, és kezdheted előtől. Na az az idegesítő. Igazából nem ilyen, hogy miért haltál meg, mert ugye te semmit nem csináltál rosszul. Elmondanám, hogy négy nehézségi fokozat van, és az a legelső. És ha nagy nehezen végigjátszod a játékokat, akkor újra kezdődik az egész az elejétől nehezebb nehézségi fokozaton, de amiben meg fogom mutatni majd a végén azt is, hogy milyen a legnehezebb fokozat. De azt hiszem, hogy a... Na megérse, nem volt egy se, hát egy se volt ott! Húzva anyádat! Most miért halt meg? Tehát most igen, nem, ez az, amikor így meghalt, pedig már elég messze eljutottam. De te vigasztak, a tűzgóm nyomba volt! Miért nem bukít a víz alá? Még így is képes sajni. És most is, hát... De hát nem volt a pecse! Könyörgöm, mindig az alján volt. Még oké, hogy fekete-fehér tévén nem látszanak a pillanják, de akkor színesben játszok. De és most is, hát egy sem volt ott. Könyörgöm, már nem volt ott semmi. Ezt mondom, mitől csinálja. Ez kurvára érdekelne, hogy ezt hogy csinálja. Hát is csinált már nem egyszer, én most is mióta játszok, hogy a környéken nem volt egy se, aztán végig tart ezt a meghalok a pillanjától. De pedig egy nem volt az egész környéken. És megint, tehát megint érdekes, csak az alján volt a két ember, tehát ilyen nem volt. Most mitől halt meg? Mitől? Mint hogyha itt mindig megvan, de úgy, hogy nincsen. És ezt már hányszor eljátszotta ugyanennél? Most csak azt játszott el, meg megint szokás szerint, hogy nyomom a tűzgombot, és nem megy a víz alá. És az ember meg se lepődök. Ilyen már máskor is volt. És megint, de nem volt ott egy se, könyörgöm, az Isten bassza meg! Hát itt már majdnem a végén volt, az biztos, nagyon sokszor átúztam már, és akkor meghalt egy ilyen miatt, hogy... Mert ugye a program hülyesége. Pálya többi részén ilyen még nem volt, csak mindig itt fönt. Hogy nem volt ott egy darab hal se, aztán mégis. Olyan széles folyó, hogy legalább több kilométerben még mindig áll, még mindig viszont benne.
nem kell vigyázni, mert ott szokott sajnálni mindig. Hiszem, hogy tovább engedett. Na akkor most lehet az extra szivatós. Aztán meg van kisugrás, közepes ugrás, meg nagy ugrás. A hiányos hídon. És akkor mikor melyiket kell, azt így... És ez is egyébként kurva könnyű elbaszni. Az a lényeg, hogy itt a leszakadt hídon kell menni. És már mikor csinál egy ilyet, hogy egy elbaszkodik, aztán legondolja magát, és mégis leesik. Mint például most. De ez már az utolsó pálya. És attól függ, hogy kicsit kell ugrani, közepeset vagy nagyot. És ezt is előző joystickkal lehet irányítani, hogy fölfelé húzod, akkor hármat ugrik, ha egyet húzod lefelé, akkor kicsit. Hogyha balra húzod, akkor meg nagyot ugrik, vagy akkor közepeset. Ez az a nagy ugrás, amikor hármat ugrik. Meg van, amikor egyáltalán nem ugrik, mert éppen olyan ugye van. Nem sok időt van eldönteni, hogy éppen melyik kell. Van, amikor már rég késő. De a pillanatnyás pályánál ez nem idegesítő, és ezt meg lehet csinálni. De itt is minden hibát azonnal büntet. Elég, ha egyszer rosszat nyomsz, és általában már nincs időt javítani. Vagy ha csak egyszer ugrasz rosszul, akkor általában már véged van. Tehát ez nagyon kell figyelni, hogy mit csinálsz. Általában, hogyha közepes helyen nagyot ugrasz, akkor még azzal, ahol még lehet szerencsét, hogy azt még megúszod. Na, igazán még el lehetne már unom. Igen, mert megint elvasztok. Közepes ugrás nagy helyen, de most még szerencsém volt, mert volt annyi időm még, hogy nem okozom bajt. Ha, jó, megvan. És ilyenkor van az, hogy megcsináltad. De, és akkor most figyelj. Amikor végig szemeld a játékot, újraindul az egész, nehezebb fokozaton. Hát itt annyi van nehezebb, hogy gyorsabban jönnek a láncsák. Tehát nem tudom még elfutni, az ugyanannyi. Ugyanannyi ideig tart elfutni a tempó, még viszont több láncsa jön. És ez már a másik nehézségi fokozat. De akkor ezt most itt hagyjuk. Nem tudom, hogy tudok visszamenni az elejére.